ismerjük egymást. Egy castingon találkoztam először a Jucival, és utána elmentem megnézni ezt a divatbemutatót, amire nem jutottam be a castingon, és ott ismerkedtünk meg, és mint pinkcipős Nóri, így lettem megjegyezve, és utána most már rendszeresen összejárunk, rovandázunk. Az interneten találtam a Jucit, és hát sokáig gondolkodtam, de aztán elhatároztam, és akkor gyorsan eljöttem. Úgy gondoltam, hogy ezért mégiscsak megpróbálom, mert hogy nagyon szuper képeket csinál. Révén, meg a plus size nap révén, tehát egyébként ez egy zseniális kezdeményezés, amit így kitalált a plus size fotográfin kívül. Találtál ugyanolyan, vagy találtunk ugyanolyan gondolkodású, ugyanolyan, nem tudom, energiával bíró lányzókat, és ez így egy nagyon jó kis csapat lett. És ez egy friss csapat, és nagyon jó. De ezt a Jucinak köszönhetjük. Úgy jöttünk, igen, hogy terv kellett, ezért jöttem én az ötlettel, ezzel a gumicsizmás ötlettel, meg a bollival. Oké. Szerintem olyan, mint leültök. Juci egy terápia, de csupa-csupa nagybetűvel, tehát mindegyik betűje nagybetűs. Egyszerűen olyan bizalmat ad, vagy olyan töltést ad, olyan energiát ad, de azon túl egyébként, hogy tényleg, hogy elhiszem magamról, hogy én is lehetek jó nő. Tud olyan fotókat készíteni róla retus nélkül, és amikor próbálok szólni, hogy de hát itt egy kicsit mintha, akkor így rám szól, hogy de hát plusz száz fotózásom vagy, és akkor összebe jut, hogy tényleg én plusz száz vagyok. Tehát, hogy merem vállalni, hogy igen, én ilyen vagyok. Ez a lábad jó volt. Nem azt gondolom, hogy én félúton vagyok valami felé, hanem azt gondolom, hogy én most itt ebben a pillanatban nő vagyok, és hogy ezt éljem meg. Hozzam ki ebből a pillanatból és ebből a nőségemből a legjobbat, mert bennem van, csak kellett a Jucinak a kamerája ahhoz, hogy ezt megmutassa nekem. Tehát már a tükör az nem elég. Ez a fotózás ez nem arról szól azon túl, hogy egyébként tényleg hogy tartod magad, a lábadat hova rakod, a tokádat hova rakod, a nem tudom mit hova rakod, hanem hogy a fejedben hova rakod a gondolatokat. És ez meg nagyon jó.